Az eső ellenére is sokan voltak szombaton délután a Kossuth téren, hogy részt vegyenek a negyedik adventi gyertya ünnepélyes meggyújtásán. Az ünneplőket köszöntve Szalai Ferenc polgármester a Kossuth tér különleges, közösségi funkciójáról is beszélt. De igazából Szépi azt teszi, hogy itt együtt nagyon sokan a lelkünket próbáljuk megnyitni a másik előtt, és próbálunk szeretetet, bizalmat sugalni a másik felé, és beszélni arról, ami 2000 éve így működik a világban, várjuk a megváltó megszületését, készülünk arra, hogy születik, készülünk arra, hogy ez családon belül, kisebb-nagyobb családokon belül, egy város, mint család, egy ország, mint család, Európa, mint család, de otthon a saját családunkon belül ünnepelhessünk. A polgármester kiemelte, hogy az adventi időszakban a szolnoki egyház közösségek kiemelkedő programokat nyújtottak a város lakóinak. Jól készítsétek útát, a vendég már közel. Advent utolsó hétvégéjén a református gyülekezet tagjai adtak műsort. A közös éneklés után Vég Miklós református lelkész beszélt az advent fontosságáról, a karácsony jelentéséről. Az ünnep a karácsony találkozás, az advent pedig várakozás, készülődés a találkozásra. Mindannyian készülünk, mindannyian várakozunk. Egy kicsit azt mondanám, most több helyen adatott meg, hogy szóljak, és több helyen elmondtam, hogy úgy csúcsra járatjuk a várakozást, így mondhatnám, hogy mindent beleadunk. Minden csatornán az advent, az ünnepre készülés folyik, sokszor párhuzamos rendezvények mennek egymás mellett. Teljes erőbedobással készülünk. A műsor végén a bűnbánatot kifejező utolsó, a napkeleti bölcseket vezető csillagot jelképező gyertyát is meggyújtották. A négy égő gyertya együttesen hirdeti, hogy elérkezett a karácsony, Jézus Krisztus születésének napja, az ünneplés ideje.